most abban az örömben van részem, hogy egy szintén az ELTE PPK doktori programon kollégáimnak adom meg a szót. Egyébként köszöntöm, akik most csatlakoztak hozzánk, most már átléptük a 100-as számot is a résztvevők számában. Szóval most egy olyan nagy mintás kutatásról lesz szó, annak az eredményeiről, ami így a magyarországi lakosságnak a szexuális szokásait, illetve részben szerhasználati szokásait is górcső alá vette, és itt vannak a kutatás, vagy a kutatók közül többen is, így Kós Mónika és Nagy Léna, akik Bőte Beátával és Demetrovics Zsolttal folytatták ezt a vizsgálatot. És akkor, ha jól tudom, akkor most Mónika, te fogsz beszélni ennek a kutatásnak az eredményeiről. Átadom neked a szót. Jó reggelt! Köszönöm a felkonferálást. Kós Mónika vagyok, az ELTE Pszichológiai Intézetéből, és az előbb említett kollégákkal együtt végeztünk egy nagymintás kutatást néhány évvel ezelőtt, ahol különböző tudatmódosítószerek használatát vizsgáltuk szexuális kontextusban. Ugye, hogyha Péternek a reggeli ábrájára gondolunk, akkor ez már a középső bugyor, vagy a középső grafikon lesz, tehát egyre szűkítjük a témát, viszont mielőtt rátérnék a kutatás eredményeire, egy kicsit a szűkebb, tehát a chemsex jelenségnek a szakirodalmát is szeretném ismertetni. És anélkül, hogy nagyon Pétert ismételném... Móni, bocsánat, ki tudod rakni full screenbe az előadásodat, hogy jobban látható? Elnézést. Köszi. Szóval anélkül, hogy Pétert nagyon ismételném a jelenséggel kapcsolatban, szeretném kiemelni a különbségeket a között, amit mi vizsgáltunk, és a chemsex szűkebb jelensége között. Én MSM személyeknek írtam az érintettek körét, ugye az egyik szituatív jellemző az érintettek csoportja, főleg LMBTQ férfiakat jelent, de hogy tulajdonképpen férfiak, akik más férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot. Tehát más egyéb szituatív jellemzők is elválasztják ennél a generalabb jelenségtől. Például a helyszín, ami a parti színából származva, a különböző magánlakásokban, illetve nyilvános szaunaházakban van predominánsan. Az időtartama, ami néhány órától kezdve akár több napon át is tarthat, illetve az, hogy általában több mint két személyt foglal magában. Tehát, hogy Péter már a specifikus szociokulturális faktorokat és kontextust is érintetted egy kicsit, tehát mindenképpen ebben a kontextusban kell értelmezni ezt a jelenséget. Ugye az MSM szexualitásnak van egyfajta társadalmi, vallási megítélése, / elítélése, illetve talán Magyarországon ez nem volt annyira domináns, de nyugaton abszolút a HIV epidémia és ehhez kapcsolódó megküzdési mechanizmusok és traumák és félelmek is ezt a jelenséget nagyon befolyásolták. Ez a technológia fejlődésével, ugye ez a hookup culture, amit Péter említettél, a társkereső applikációknak a megjelenése is nagyon-nagyon befolyásolta a parti szénet, illetve a társkeresést. Főleg először, amikor ezek megjelentek a Grindr-rel és a többi applikációval, ezt a kisebbségi csoportot érintették első körben. Ugye kemeket sem fogom még egyszer felsorolni. Talán ami az általános parti drogokon és serkentőkön kívül specifikusabb kem, ebben az értelemben specifikusabb, ezek az illegális nitrát származékok, amiket popperek néven ismerünk leginkább, illetve a farmakológiai teljesítménynövelők. A szildenafil talán a legismertebb, ugye ennek az elterjedt trade neve a Viagra. Ezeknek eltérő hatásai vannak, de főként a teljesítmény, szexuális teljesítménynövelése a cél, tehát az arousal szint, szexuális izgalmi szint elérése, megtartása több hosszabb időn keresztül, az állóképesség javítása, az izomrelaxáció, és erre jönnek rá még a pszichofarmakológiai hatások, a gátlások feloldása,
Az egyik beszámoló szerint a metamfetamin maga a szexuális fantáziák Pandora szelencéje, tehát olyan a szexualitásnak egy olyan gátlástalanabb, felszabadultabb megélése, amit a HIV epidémia alkotta félelmi légkört, illetve a társadalmi megítélés talán nem enged olyan egyszerűen kémiai rásegítés nélkül. A gátlás feloldásából származó önbizalmi nevelés sem utolsó szempont, a high, emelkedett tudatállapot, illetve a gátlás feloldásból kialakult szociabilitás, megnövekedett szociabilitás is egy fontos szempont. Első körben szeretném elmondani, hogy mit nem tudsz a kirodalom jelenleg. Ez egy nagyon-nagyon új és nagyon specifikus jelenség, ami időben nagyon gyorsan változik, ebben is vannak trendek, ahogy a parti színában és az abban a drogfogyasztásban is. Városonként, országonként nagyon eltér, hogy mik az elterjedt tudatmódosítók, mik az elérhető tudatmódosítók, így egyébként a szocioekonomi státusz, tehát az anyagi vonzata ezeknek is befolyásolhatja a használatot. Az elmúlt 10-15 évből vannak tanulmányaink, de főleg nyugatról, főleg az USA-ból, és hogyha Nyugat-Európában gondolkodok, az főleg az Egyesült Királyságból vannak adataink, és ezek az adatok is eltérő jellegűek. Van néhány kérdőíves kutatás, van néhány online kérdőíves kutatás, ami nagyobb néprétegeket tud megmozgatni, elérni. Viszont a nagy része ezeknek kvalitatív jellegű adat, tehát interjúk, fókuszcsoportok, anekdotikus beszámolók, amik azért torzíthatnak, és kevésbé kvantifikálhatóak. Illetve az online adatfelvételek mellett nagyon sokszor ilyen STI klinikákon, ilyen nemi beteggondozó klinikákon volt az adatfelvétel, ami már még az MSM személyeken belül is egy sokkal kisebb, szűkebb csoport. Bár azért ezt hozzátenném, hogy ne legyen ennek ilyen negatív konnotációja, hogy nyugaton, főleg a HIV gócpontokban, nagyvárosokban a HIV szűrésnek azért nagyon nagy rutinja van, vagy szóval, hogy ez a mindennapi része, főleg az érintett csoportoknál. És hogy mik a fókuszai ezeknek a kutatásoknak? Egyrészt az érintett csoportokról szólnak, milyen demográfiai jellemzőik van, mik a prevalencia adatok, egyáltalán mik nekik a szubjektív élményeik ezzel kapcsolatban. Magát a jelenséget is vizsgálják, tehát a viselkedéses jellemzőit, milyen típusú drogokat használnak, mennyire jellemző a polidrog használat, milyenek a szituatív körülmények, stb. Illetve, és ez egyébként a tudományos kutatásoknak egy jó kronológiája, amiről még a legkevesebb adatunk van, hogy milyen következményei vannak ennek rövid és hosszú távon. Erről van jelenleg a legkevesebb adatunk. A prevalencia adatok nagyon eltérőek. Ezek a százalékok itt nem a teljes népességet fedik le, hanem már az érintett MSM adatokat, csoportokat. Egy nagy online európai adatfelvétel alapján, ahol 8 nagy európai ország vett részt, nagyváros főleg, ott MSM személyek körülben 1% alattól 14%-ig terjedt az a prevalencia, akik már részt vettek ilyen eseményen. Más adatok szerint, amik STI klinikákon vették fel a kérdőíveket, ott ez jóval magasabb volt, ez az arány. A demográfiai adatokról nagyjából annyit tudunk behatárolni, hogy a minták nagyon nagy része, több mint 70%-a meleg férfiként identifikálja magát. Az átlag életkor pedig tanulmányonként változik, de nagyjából a 32-3-tól 42-3-ig szokott alakulni, illetve főleg nagyvárosi közegben jellemző. Magasabb arányban vannak közöttük HIV pozitív státuszú személyek, ennek több oka lehet, egyrészt mert STI klinikákon veszik fel sokszor az adatokat, másrészt nyilván ez egyfajta, ez több szexuális partnert jelent, meg egyfajta szexuális kockázati viselkedést, illetve a biomedikális kockázatcsökkentés is sokkal magasabb az érintett csoportban. De milyen következményekkel járnak? Ugye beszéltünk a drognak a hatásairól, hogy a gátláscsökkentés is az egyik cél, illetve a módosult kognitív folyamatok
miatt módosulnak a döntéshozási képességek, emiatt aztán alacsonyabb lesz az óvszer használat, így megnövekszik a HIV STI kockázata. A konszenzusra is beszélt, mert Péter, ezt nem akarom annyira ismételni. Talán csak azt tenném hozzá, hogy nem csak a szexuális kontextusban értelmezhető ez, hanem a drogfogyasztás kontextusban is. Az egyik kutatás azt mutatta ki, hogy nagyjából a 15%-a az érintetteknek számolt már be arról, hogy szexuális partnere úgy adott neki valamilyen tudatmódosító szert, hogy ő arról nem tudott. Illetve itt a hosszabb távú hatásokról, ha gondolunk, amiről a legkevesebb tudásunk van, inkább kvalitatív anekdotikus adatok, többen számolnak be a társas kapcsolataik megromlásáról, a munkahely veszélyeztetettségéről, sokszor szabadnapokat kell kivenniük, mert annyira fizikailag, mentálisan, pszichésen elfáradnak ezekben a maratonokban, illetve amiről a legkevesebbet tudunk, hogy milyen mentális, egészségügyi vonzatai vannak ennek. És most pedig a saját kutatásunkról szeretnék egy kicsit beszélni, ami ugye nem specifikusan a chemsexről szólt, hanem az egyel távolabbi gráfról. Ez egy 17-es adatfelvétel volt, amit még a 444-en jelentettünk meg annó. Akik kitöltötték a teszbaktériának az ide vonatkozó részét, ők majdnem 25 ezeren voltak. Viszont sokkal szűkebb az a minta, akik ténylegesen érintettek voltak már tudatmódosítószer használatban, szexuális kontextusban, nagyjából 1000 főt jelentett, az átlag évetkor pedig 30 év körül volt, és 2/3 férfi, 1/3 nő volt az érintett. Itt pedig látható az a kérdőív, amit felvettünk ezzel kapcsolatban. Gyakorlatilag megkérdeztük, hogy az együttlétek hány százalékában használnak különböző szereket. Itt az alkoholra is rákérdeztünk külön, a cannabis származékokra, a stimulánsokra. Hagytunk egy nyitott egyéb drogok kategóriát, illetve stimuláns gyógyszerekre. És ez a kérdőív, ezt megkérdeztük párkapcsolati kontextusban, illetve alkalmi szexuális partneri kontextusban, és megkérdeztük a kitöltőre vonatkozóan, valamint az ő partnerére vonatkozóan is. Az érintettek, és itt az alkoholhasználatot nem vettem bele az érintettekbe, tehát itt csak a cannabis stimulánsok, gyógyszerek és egyéb drogokat jelenti az érintett csoport. Az szexuális orientációk úgy összik el, hogy a nagyon nagy része mintának heteroszexuálisnak identifikálta magát, 4% homoszexuálisnak és 6% biszexuálisnak, 3% pedig még bizonytalan volt, vagy más szexuális orientációt adott meg. A tudatmódosítószerek eloszlása pedig azt jelentette, hogy predominánsan stimulánsokat használnak szexuális kontextusban a megkérdezettek. A következő nagyobb csoport ugye a cannabis származékok, és utána kisebb százalékban fordulnak elő az egyéb drogok, illetve a stimuláns gyógyszerek használata. Összehasonlítottuk azokat, akik nem használtak sohasem ilyen szert a szexuális kontextusban, és azokat, akik használnak. Szexuális partnerek számában az érintett csoport magasabb eredményt ért el, ezek között, a partnerek közül pedig több volt alkalmi partner. Nem találtunk különbséget a szexuális élettel való elégedettség szempontjából és a szexuális élet gyakoriságában. Viszont az orgazmusok gyakoriságában, tehát hogy az együttlétek hány százalékában érnek el orgazmust a megkérdezettek, ott a nem használók értek el magasabb pontszámot. Ez az eredmény egyébként eléggé egybecseng a különböző stimulánsoknak a fiziológiai hatásaival. A segédeszköz használatában sem találtunk különbséget a két csoport között, viszont a pornónézés gyakoriságában kifejezetten szexuális kontextusban, tehát az együttlétek során ott a használók gyakrabban riportolták ezt. Az alkoholhasználat szexuális kontextusban is magasabb volt a használók körében. Ezen kívül megnéztük még a hiperszexualitást, amiről Zsolt beszélt az előbb, hogy a hiperszexualitás és a problémás pornó használat ugye itt nem a gyakoriságot jelenti, a gyakoriságon túl egyfajta kontrollvesztett állapotot jelent, és az ezzel járó distressz is jelenti. Itt az érintett csoport jóval magasabb pontszámot ért el általánosságban, tehát itt nagy különbség volt a csoportok között.
Egyébként ennek a kérdőívnek, amit itt felvettünk, itt volt egy, van egy cut-off point pontja, ez nem klinikai, tehát, hogy is mondjam, nem alkalmas arra, hogy meghatározzuk magát a problémakört, vagy nem egy klinikai mérőeszköz, viszont van egy cut-off pontja, ami fölött már veszélyeztetettnek számítanak az emberek, és jóval magasabb arányban az 1000 főből több mint 100 fő volt itt, akik ezt elérték, míg a nem használók 23 000 főből körülbelül 1000 fő volt, tehát hogy több mint a duplája volt, akik ezt elérték. A szexuális működés nehézségeiben azt értettük, hogy mennyire nehezen érik el a szexuális izgalmat, mennyire nehéz ezt fenntartani, mennyire nehéz elérni orgazmust. Itt nem találtunk különbséget, ahogy a problémás pornográfia használatban sem. Viszont abban találtunk különbséget, hogy milyen mindset-e van a megkérdezetteknek a saját szexualitásukról, mint tulajdonságukról. A használók vagy az érintettek csoportja sokkal inkább fejleszthetőnek látta ezt, sokkal inkább azt gondolta, hogy ez is egy olyan skill, mint minden más az életben, amit gyakorlással fejleszthetünk, és jobbá tehetünk. Szemben ugye egy ilyen fixed mindset-tel kapcsolatban, ami azt mondja, hogy ez egy majdnem, hogy egy velünk született tulajdonságunk, amit vannak emberek, akiknek ilyen, másoknak meg más a szexualitása, vannak, akiknek jobb, de ez nem egy kevésbé fejleszthető skillset. Konklúzióként azt tudnám mondani, hogy ismétlenül megint csak az előttem szólókat nagyon keveset tudunk a jelenségről, főleg kvalitatív adatokra támaszkodunk, főleg anekdotákra, anekdotikus adatokra támaszkodunk, amiknek azért van egy torzító hatása. Az is nehezíti a kutatást ebben a témában, hogy nagyon gyorsan változnak a trendek időben, illetve földrajzilag nagyon nagy eltérések vannak. Tehát nem feltétlenül tudunk konklúziót levonni amerikai vagy angol kutatásokról, pláne amik a 2000-es évek elején volt az adatfelvételük. És nagyon viszonylag keveset tudunk a negatív következményeiről, de azért a rövidebb következmények arra engednek következtetni, hogy egy magasabb kockázatú csoportot jelentenek azok, akik ilyen chemsex eseményeken részt vesznek gyakran, mind fizikailag, mind pszichésen, mind pedig szociális előmenetelés más szempontokból. Szintén nehezíti a dolgokat, hogy nagyon speciális problémakörről van szó, speciális faktorok játszanak itt szerepet, és a hagyományos addiktológiai ellátás nem igazán, legalábbis itthon nem igazán felkészült még erre. Sok beszámoló van, nem csak itthonról természetesen, de sok beszámoló van meg nem értettségérzésről, arról, hogy egy addiktológiai ellátáson főként a drogfogyasztás van előtérben, ami kezelni szeretnének, ami az előtérben van, viszont itt nagyon szorosan összekapcsolódik a szexualitással, és ráadásul nagyon specifikus szexualitással. Szóval konklúzió, hogy keveset tudunk róla, viszont nagyon szükség lenne sokkal kiterjedtebb, sokkal átfogóbb kutatásokra annak érdekében, hogy megfelelő intervenciós eszközeink legyenek később, és fejleszthessük ezt. Gyorsan felvillantom a használt szakirodalmat, hogyha valakit érdekel, akkor pedig bármilyen kérdéssel nyugodtan keressen meg ezeken az elérhetőségeken, és köszönöm szépen a figyelmet.